Az ivóvíz bázisok védelme társaságunk első számú környezetvédelmi feladata, ezért kiemelkedő figyelmet kell fordítani a vízkészlet elszennyeződésének megelőzésére. A vízbázisok védelmének fontos része a vízbázis védő területek, amelyeken területhasználati korlátozások érvényesek. A védő területek kijelölésének módját, valamint a védelmük érdekében szükséges területhasználati korlátozásokat jogszabály rögzíti. A legszigorúbb előírások a belső védő területekre vonatkoznak, melyek közvetlenül a kutak környezetében helyezkednek el. A vízbázisok védelmének fontos része a védőterületeken fellelhető szennyező források számbavétele. A felmért mezőgazdasági, ipari és kommunális szennyező források folyamatos monitoringja az esetleges szennyezések kellő időben való észlelését könnyíti meg. A szennyezések előrejelzését a megfelelően telepített és rendszeresen vizsgált figyelőkútrendszer teszi lehetővé. Az ivóvízünk a természetből, a természetes vizekből, a talaj alatti vizekből ered. Ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a környezet tisztaságára. Ne szemetelj az utcán, az erdőben, ne dobálj csokoládés papírt az utcai csatorna lefolyókba, a szemét a kukába való, sőt a legjobb az, ha oda is válogatva kerül, külön üveg, külön papír, stb. A háztartások, gyárak, ipari létesítmények által kibocsátott szennyeződések mind csökkentik az ivóvíz tartalékot. Ügyeljünk arra, hogy milyen vegyszereket használunk, és miként szabadulunk meg tőlük. Környezetkímélő, mosó és mosogató szereket használjunk. Csak a feltétlenül szükséges mennyiséget használjuk a vízlágyító, öblítő mosószerekből, szappamból és egyéb kozmetikai termékekből. Természetes vizekben, közvetlenül fürdés előtt ne kenjük be magunkat napolajjal. Ne dobjunk lefolyóba, WC-be sűrű zsíradékot, ételmaradékot, kávézaccot, maró vegyszert, erős fertőtlenítőt, használt olajat. Az ERÖV víziközmű ZRT folyamatosan igyekszik eleget tenni a korszerű környezetvédelmi szempontrendszernek, mely szerint a szennyvíztisztítás során keletkező szennyvízi szap elsősorban nem hulladék, hanem hasznosítható, másodlagos nyersanyag, illetve megújuló energiaforrás. Társaságunk a keletkező iszap hasznosítására vonatkozóan az elmúlt évek tapasztalatai alapján a mezőgazdasági hasznosítást prioritásként határozta meg. A víztelenített szennyvíziszapok a meghatározott határértékeknek megfelelten akkreditált laboratóriumi iszapvizsgálatok alapján mezőgazdasági hasznosításra alkalmas minőségűek. Ezáltal a szennyvíziszap anyagában hasznosul. A mezőgazdaság fogadókészsége az elmúlt évek során folyamatosan nőtt, a gazdálkodók egyre gyakorlottabbak az iszap felhasználása tekintetében. A megfelelő hatásfokkal víztelenített szennyvíziszap konzisztenciája hasonló az istálló trágyájéhoz, annak kijuttatása a területre gyakorlatilag megegyezik a szerves trágyázás hagyományos technológiájával.